a korábban magánkézben lévő ipari beépítésre szánt alsóvárosi rétet a Modern Városok program keretében Magyarország kormánya segítségével vásárolta meg, majd minősítette át zöld területté Székesfehérvár önkormányzata azzal a céllal, hogy egy kirándulásra, kikapcsolódásra alkalmas teret alakítsanak ki a város lakói számára. Szeretnénk, hogy minél több zöld terület legyen a városba, egyúttal minél több kiránduló hely legyen, gyakorlatilag a városon belül, és egy zöld erdősáv kialakításával egy kicsit tudjuk tehermentesíteni a természetet. Azt is tudnám mondani, hogy visszaadjunk valamit abból, amit elveszünk azáltal, hogy a mindennapokban egy város működésével természetesen terheljük, de nem mindegy, hogy mennyire, és nem mindegy, hogy tudunk-e valami természeti zöld kompenzációt adni. A városvezető hozzátette, a rétet már láthatóan használatba vették a fehérváriak, és reméli, hogy tavaszra valóságos közösségi térként fog üzemelni a terület. A hátam mögött látható területen 84 napelemes lámpával ellátott sétányt alakítottak ki, kerékpártárolókat, napágyakat, napelemzővel ellátott asztalokat, padokat helyeztek el, valamint egy látogató központot is építettek a kivitelezők, ami a kirándulók kényelmét szolgálja ki büfével, mosdóval és egy kilátóval. Az alsóvárosi rétre látogatókat 50 férőhelyes parkoló várja, de gyalogos úthálózaton, valamint kerékpárútvonalon is megközelíthető a terület. A Zöldváros Fehérvár tüdeje fejlesztési program néven indult projekt a Széchenyi 2020 keretében Európai Uniós visszanemtérítendő 2 milliárd forintos támogatásból valósulhatott meg.